Az intézmény diákjainak előadásával kezdődött a Kelet-Magyarországi Tehetségfejlesztő Konferencia múlt pénteken. A rendezvény ünnepélyes megnyitóján elsőként Suga Lászlóné, az intézmény igazgatója köszöntötte a megjelenteket. Ezt követően a nyitóáhítatot Csomós József püspök tartotta, majd Demeter Zoltán országgyűlési képviselő szavai után Szitka Péter Kazincz Barcika polgármestere osztotta meg gondolatait a résztvevőkkel. Önkormányzati vezető, egy önkormányzati település élén, ha jól felfogott érdeke van és hosszabb távon gondolkozik, akkor kettő dolgot egész biztos, hogy mindig szem előtt tart. Mert hogy hosszabb távon ez egész biztos, hogy kifizetődő. Az egyik az a kultúra, a művészet iránti elkötelezettsége és annak támogatása, minél magasabb színvonalú igénye. A másik pedig az oktatás, ezen belül a tehetségek felkarolása, mondta Szitka Péter. A városvezető hozzátette, büszke arra, hogy a konferenciának Kazincz Barcika ad otthont. A tanácskozást Ábrám Tibor, a Zsinat világi alelnöke, a Tiszán inneni egyházkerület főgondnoka nyitotta meg. A kétnapos konferencián a tehetséggondozásról, a tehetségfejlesztésről, valamint az együttműködésről tartott prezentációt többek között dr. Csermely Péter professzor, akadémikus, az Európai Tehetségtanács elnöke, Mönks professzor, az ECSA örökös elnöke, valamint dr. Polonkai Mária, a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke is. Nagyon-nagyon büszkék vagyunk erre, hogy a mi iskolánk adhat ennek a Kelet-Magyarországi Tehetségfejlesztő Konferenciának helyszínt. Nagyon nagy izgalommal készültünk rá, remélem, hogy a vendégeink jól fogják magukat érezni, és sok-sok élménnyel térnek majd haza. A szakemberek az ország több pontjáról, Tatáról, Pécsről, Szegedről, Győrből, Székesfehérvárról, Budapestről, valamint Kazincz Barcikáról és környékéről érkeztek.